Külemében és a belső elrendezésében is mutatós modern, Cegléd Bercel új gyermekorvosi rendelője. A 4400 fős településen eddig a házi orvossal egy épületben működött a gyermekorvosi rendelő. Nagy szükség volt már egy kulturált, önálló épület részre. A fejlesztéssel egy újabb álom vált valóra, fogalmazott az ünnepélyes avatáson a polgármester. Kellett és szükséges volt egy korszerű, modern rendelő, ami mindent igényt kielégít, megfelel azoknak az elvárásoknak, és nem torlódik össze felnőtt és gyermekbeteg. Nyugodtabb lesz a betegeknek a várakozás, a rendelési idő hosszabb lehet a doktor részéről, többet tud dolgozni, többet tud szolgálni. Az új gyermekorvosi rendelő az egészségház bővítéseként valósult meg. A település önkormányzata mintegy 37 millió forint kormányzati támogatást nyert az építésre, az orvosi műszerek beszerzésére. A kivitelezést helyi vállalkozók végezték. Az új épület szép, világos, barátságos környezete, és a modern eszközök, felszerelések mind-mind a berceli gyerekek minél gyorsabb gyógyulását, ellátását szolgálják. Az új rendelő is azt mutatja, hogy összetartó, tehetséges közösség Cegléd Bercel, akik együtt akarnak és tesznek is álmaik megvalósulásáért. Erről már Pogácsás Tibor államtitkár beszélt köszöntőjében. Az egésznek, az összes építkezésnek, az összes fejlesztésnek, a tégláknak csak akkor van értelme, hogyha azok, akiket ez szolgál, azok érzik és értékelik, hogy őket szolgálja, és ő úgy is élik meg, hogy ez az ő közös otthonuk, a közös településük. Én azt gondolom, hogy Cegléd Bercel ebben példamutató, ebben igazán példaadó. Az ünnepségen Cegléd Bercel gyermekorvosa dr. Nagy Gábor is elismerően szólt az új rendelőről. Mi csak nagyon nagy örömmel fogadjuk ezt az új gyerekorvosi rendelőt, és remélem, hogy valamennyiünk örömére szolgál, hogy ilyen szebb és modernebb és korszerűbb körülmények közé kerülünk. A rendelő udvarán felavatták Varga Gábor alkotását, amely ivókútként szolgál, és amelyen egy anya látható gyermekével. A nemzeti színszalagot az államtitkár, a polgármester és dr. Nagy Gábor közösen vágta át. Az új rendelőt a történelmi egyházak képviselői áldották meg. A mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre az épületre, és maradjon rajta mindörökké. Amen.